Az idők szavát figyelve tanácsos több lábon állni, ha nem akarjuk bukni a havi rezsit, vagy esetleg nyugdíjas éveinkre is gondot fordítunk. Nem áll ez másképp az ismert emberek esetében sem. Mi lenne, ha a közszereplői, az ismert emberek is elmennének mondjuk gépjármű oktatónak? Hát kezdjük akkor a legfontosabb emberrel, Orbán Viktor. Nem kell megijedni. Előttünk is, utánunk is rendőri kíséret van. Én intéztem el. Indulhatunk, még egyszer mondom, indulhatunk. Hogy merre? Előre megyünk, nem hátra. Arra nem tudunk menni, mert tüntetnek. Arra sem, mert ott is. Nem baj, nem foglalkozunk vele. Megyünk, mert mennünk kell. Kuplunk 4-es gázt. Még gázt. Még több gázt. Még több gázt a magyar autóba. Kövérgázt. Itt jobbra megyünk. Megint jobbra, és a végén is jobbra. Tudom, hogy Zsák utca, de akkor is arra megyünk. Itt a NAV, behajtunk. Index meg már nem kell. Itt úgyis mindenki szembe jön. Egy rossz index, aztán buksz. Azt mondták, legyek laza, úgyhogy elmondok egy viccet. Hogy jajdul fel Putyin, ha beüti a térdét? EU! Következő gépjármű oktatónk Gyurcsány Ferenc. Te is csinálhatod. Van belőlem 2 is, ha iszom eleget. Ugyan már? Ez egy olyan autó, amiben csak egy árnyékkormány van. Nem kell nagy dobre verni. Én inkább ide hátra ülök. Valahogy jobban szeretek hátulról irányítani. Na haladjunk, gyerünk, haladjunk. Gyerünk. Neki mentünk valaminek? Bánya-kánya. Közben eszem, jó? Jaj, ez a kajához nem adtak még egy apró villányt sem. Mindegy, merre megyünk, csak menjünk. Szétesik a kocsi? Gyerünk, csináljuk meg, gyerünk. Hát ez a kocsi nem sokáig marad egyben, ellenzéki autó. De én akkor se szállok ki. Ja, most látom, végig rükvercben vagyunk. Szia, Laci, how are you? Következik Puzsér Róbert. Indulhatunk, Péter. Péter, irányjelző. Péter, tedd már ki az indexet. Tedd már ki, Péter. Nem hallod, Péter? Tedd már ki. Nem hallasz? Zaj van a fejadban. Tulajdonképpen te teljesen alkalmatlan vagy a vezetésre. Most már ott tartok, hogy visszasírom a fárit. Ő legalább, ha hibázott, akkor bevallotta, hogy ákurta. Figyelj! Ábetűim nincsenek, érted? Ábetű, ábetű. Figyelj, te! Győzik-e, hát? Ta, 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 tudatosan gondolkodsz eltérő spektrumon a biztonságos gépjármű irányítást illetően, mert hát gyakorlatilag sokfele eljutottunk ez alatt a pár óra alatt, hova tovább mindegyikre azt mondanám, hogy a pályaválasztásoddal azonos értékű tévedés! Ne ahhoz ne nyúj, az a kormány! Nem a te kezedbe való, érted? Tulajdonképpen jó vezető vagy, de csak ha belányúlsz a konnektorba. Ennyi. Mi lelte a tudni? Mi lelte? Tátszáltak az ábátűim. Na, most pedig következik Karácsony Gergely. Na, akkor indulhatunk is. Várjon, becsatolom magam, hol van itt a biztonsági öv. Remélem, hogy nem akarja, hogy menet közben kiszálljak. Nem haladunk. Hopp, ez egy kukás autó, de miért áll itt egy helyben? Pedig beszéltem velük, hogy ne sztrájkoljanak. Mennyi utca van ebben a városban? balra, jobbra, egyenesen, egyik se az én utcám, úgy igazán. Ez az autózás se nekem való, nem tudom kezelni a kormányt. Na, akkor most kanyarodjunk ki balra arra a négysávos útra. Mind a négy biciklisávnak, ez hihetetlen. Kinek az ötlete volt ez a hülyeség? Tessék, igen, tudom, hogy sötétedik, de nem kell felkapcsolni a világítást, mert spórolunk. Ez a Blaha Lujza tér, hú de gyenge. Az új neve félmunkás tér. Lakatos Márk következik. Menjünk szívem, használd a tükröt. Mind a nyolcat. Tettem a lábadhoz is, hogy lásd a cipődet. Pici szívem, te hol vetted ezt a cipőt a hentesnél? Úgy néz ki, mint egy tépőzáros disznósajt. Állj meg a közlekedési lámpánál, most megtanuljuk, hogy lámpaváltáskor hogyan rúzsozd ki magad az aktuális színhez, jó? Menni fog, ne aggódj, a múltkor megtanítottam ugyanezt egy gyalogossal a zöld villogónál. Átmentél a piroson, szívem. Mit tanultunk, milyen esetben állunk meg? Pirosnál, stoppláblánál és az aránál, ha akció van. Vigyázz, gyalogos! Hát te nem látsz? Én odaadnám a szemüvegem, de nem tudom levenni, mert kicsi az utastér. Ez a kedvenc szemüvegem. A veszprémi állatkertben szedtem le egy rövidlátó elefántról. Kitalálják a mozgásból. Farkasházi Tivadar. Rettenetesen furcsa ennek a Mitsubishi terepjának a karosszériája. Csak erre lopják mind a poénjaimat. Ja, akkor induljunk arra, ja nem erre. Arra csörög a jó, erre meg a magyar jó. Na most, ha bekapcsolod a rádiót, magamat már nem hallom, mert már rég nem vagyok benne. Nem akar indulni a gányjárgány. Biztos a gyertyákcsonk ígértek. Mára ígérték az új gyertyákat. A gumi meg olyan, mint a hócipőm, kicsit lapos. Na, akkor parkoljunk. Ja, már parkolunk? Mimi, miért nem szólsz, hogy órák óta egy helyben állunk? És ha már volt Teddy, akkor jöjjön Verebes István is. Átmentünk a piroson. Miért nem szólt? Nyomtam volna a féket. Ja, sikerült a sávba maradni, gratulálok. Ja, csak álmodtam. Ja. Igen, itt vagyok. Igen. Köszöntöm a napkelte nézőit. Itt a stúdióban Kunce Gábort. Az SZDSZ. Tessék? Ja, nincs itt. SZDSZ sincsen? Ja, ilyen sokáig aludtam. Na, akkor itt megyünk balra. Persze, hogy neki mentünk, én a rendezői balra gondoltam. Tudja, mit mondott Thomas Mann az autóvezetésről? Autót vezetni olyan... Ja. Tudja, mit mondott Thomas Mann az autót vezetésről? Autót vezetni olyan... Ha valaki követi a stand-up műfaját, akkor biztos ismeri a gyorsbeszédű Hajdu Balást. A GPS szerint 5 perc alatt eljutunk a délihez. Mondjuk már jövünk másfél órája, és ez még csak a leheté. Szerintem mi most neki mentünk az oszlopnak. Majd legközelebb szólok, hogy ne menjünk neki. És akkor nem fogunk neki menni az oszlopnak. De ez egy fa volt. Az oszlop után. A fáknak sem menjünk neki. Az előző tanítványomat Anettnek hívták, nem tudom, ismeri-e. Sokat nevettem rajta, de azért nagyon idegesítette. Nem tudott rám szólni, mert lekötötte az autó. Egy óráig kereste az indítást. Nem segítettem neki, mert így legalább nem szenvedtünk balesetet. Mint most. Tamás, jó, ha még él, akkor majd legközelebb szólok, hogy ne menjünk át a szembejövő sávba. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Jósi barát következik. Önnek nagyon jó érzéke van a vezetéshez. Nem is értem, hogy miért fél. A felelemre van egy nagyon jó meditáció. Először is induljunk el. Jó. Most csukja be a szemét. Igen. Most képzelje el, hogy az a villamos ott, az nem bánt. Érzi, hogy milyen szeretettel közelít felénk? Na, akkor sinem vagyunk. Akarom mondani, sinem vagyunk. Igen. Nem szabad felni. Látja, a néni se fél, pedig féktávon belül lépett lajadba. Most a meditáció, azon szakaszába érkeztünk, amikor egyre mélyebbre megyünk. Egyre mélyebbre megyünk. Jó, most engedjük el a metrót. Ön teljesen nyugodt, mintha egy puha párnára hajtana a fejét. Ebben segíteni fog az imént kinyílt vezető oldali legzsák. Semmi baj, lazítsa el a testét. Úgy érzi, mintha lebegne, igaz? És jól is érzi, mert az Erzsébet hídon nem lehet jobbra kanyarodni. Jó? Most csak annyi időre nyissa ki a szemét, amíg alárja a betétlapot az uszály kapitányban. Egy markáns oktató következik, Mucsi Zoltán. Ó, hogy az a... Hogy nem tudsz már, szomba, hát miért nem vagy képes azt a... Te szerencsétlen! meg! Egyébként minden rendben volt. És végezetül ismét Fábri Sándor. Hát akkor ugye kezeket a kormány fölé, és indulhatunk, azaz még ne induljuk, mert ez az a kis utca, ahol Adó egy dongómotoros kerékpárral elütötte el egy postást, na most ő egy elég és lágfentig fószer volt, és hát gyakorlatilag utatom. Utatom. Jó, csak még annyit, hogy a postás apám egy közeli barátja volt, és szigorú a munkaidő kívül, mindig együtt mentünk fröccsözni abba a piázóba, ami a következő utcában talán még megvan, de akkor most induljunk el, illetve egy pillanat, mert az italboltnak a tulaja, hát egy meglehetősen korpulens férfi ember, mindig úgy indította be a ladáját, hogy még be se szállt, igaz, nem is fért be egy mozdulatra, ahogy letelt a 2 óra, jó, hát akkor köszönöm szépen, majd legközelebb vezetünk, de mielőtt kiszáll, azért elmondanám, hogy a megboldogult szocialista érában a nagyapám meg lesz a de ne izguljon, mert meg lesz a jogsít. Meg lesz az, még 6 év, de elrepül az hamar. Csak láttam, hogy nagyon vazsola, én még élnék egy darabig, úgyhogy azért nem engedtem, hogy elinduljon, de hogyha már egy elindultunk, itt a táliánál álljuk meg egy pillanatra, mert be kell ugranom a rádiókabaré felvételre, elmondom a számomat, és hát akkor jövök is. Mennyi idő? Hát egy olyan, most van 19 óra, akkor 19:15. Jó? De holnap.